szeretettel köszöntöm az Eurosport 2 nézőit. Ültem egy irodába, a munkahelyemen, egy kereskedelmi osztályon, mint kereskedő dolgoztam. Nagyon unatkoztam, és természetesen honlapokat nézegettem, és hát felvettem az Eurosport honlapjára, ahol láttam, hogy kollégákat keresnek, és jelentkeztem. Hát tesztet kellett kitölteni, általános sportkérdések voltak. Ez volt az első része a tesztnek, és utána kiki választhatott technikai sport, egyéni sport és csapatsport részből állt. Tehát ezek közül még volt egy teszt, amit meg kell csinálni. Amikor először kommentáltam itt az Eurosporton, az egy freestyle, ez egy FMX verseny volt. Körülbelül olyan 250 is lehetett a pulzusom, amikor beültem a stúdióba, és meg kellett nyomni a piros gombot. És hát sikerült, ahogy sikerült, a felvétel az megvan, senkinek nem fogom megmutatni. Most egyelőre maradjunk a motocrossnál, hogy volt-e olyan, amit nagyon szívesen közvetítettél, amit nagyon szerettél a közvetítést? Tony Kyle-ról. Igen? Zseniális. Ugye Evertsről én meccsúztam. Evertsről sosem közvetíthettem, viszont Tony Kyle-ról igen. És őt közvetíteni azt hiszem egészen különleges dolog. Vannak-e különbségek? Tehát például másképp ülsz el egy MotoGP-t közvetíteni, vagy egy Superbike-ot, mint egy motocross-t? Nem, nincsenek. És nem is lehetnek szerintem. Mindegyikre egyformán kell készülni. Mindegyik akkor éppen fontos. Mindegy, hogy melyik csatornán van, mindegy, hogy az év első versenye, a szezon közepén járunk, vagy most dől el a világbajnoki cím. Szerintem egyformán kell készülni. Uh-huh. És hogyan készülsz? Ugye van nekünk egy segítségünk. Az Eurosportnál nagyon sok információt kapunk meg a Párizsi Központból, de nagyon sok információ nagyon kevés ahhoz, hogy az ember lelkiismeretfordulás nélkül bejön egy adásra, úgyhogy sokat kell olvasni az interneten, és nem csak akkor, amikor az adás előtt egy órával, két órával, hanem ez több folyamatos. Nagyon sok kritika éri egyébként a magyar motorsport kommentátorokat, hogy nem tudnak olyan élvezetes módon közvetíteni, mint mondjuk a brit kollégák. Szerinted nyelvi különbségekből is fakad ez? Más a nyelv, abszolút. Lehet ám kiemelni magyarul is, és úgyhogy ne legyen az idegesítő. De itt pedig arra vezetném vissza a dolgot, hogy más stílusú kommentátorok dolgoznak. Tehát Magyarországon általában nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, de én így gondolom, a Dávid Csándor-féle kommentárt fogadták el az emberek. Ugye azon nőttek fel, annak idején nem volt, csak a Formula 1-et látták. Hogy valóban mi történt, azt senki nem látta. Itt nem lehet látni, hogy Schumacher mit láthatott. És azt szokták meg az emberek. Nem tudom, én inkább híve vagyok ennek az angol száz olaszos közvetítésnek, amikor tényleg emeljük fel a hangunkat, mert történik valami a pályán. Hozzánk legközelebb Chad Reed, és megint nem rajtol a legjobban. Azt, hogy mit szeretek, mert szerintem az a világ legjobb munkája. A második legjobb munkája. A legjobb munkája az, akik motoroznak vagy autóznak. Nekik van a legjobb munkájuk, ezt ők nem fogják elismerni soha, de valószínűleg ez így igaz. A második pedig az, nézni őket a legjobb, és ha az ember még ezért valamennyi pénzt is kap, az sem olyan nagy probléma, beszélni aztán lehet róla világ végéig. És ezekkel a képekkel búcsúzunk önöktől. Magyar Mencét hallották, a viszont hallásra, a viszont látásra.